Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Pacik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. A mai videóban elhoztam nektek a Throne and Liberty Open Beta-ját. Ezt szeretném mondani a véleményemet, és nekem mik a tapasztalataim, mik a véleményem a játékra, és szerintem miben javulhatna. Szóval azt nézzük is akkor először is meg, hogy én a tapasztalataimat durván egy ilyen 3-4 óra játékidő alapján tudom elmondani, ugyanis egyszerűen nem nagyon volt kedvem tovább játszani a játékkal. Azt viszont fontos leszögezni itt a videó legelején, hogy a játék 18-ától 23-áig van beta, open beta teszten, tehát addig tudjátok kipróbálni. Viszont egyébként a játékot a mai nap, tehát mai nap kaptam róla üzenetet, meghosszabbították egy nappal, tehát 24-én is tudtok még játszani a játékkal. Szóval, ha ezt a videót a mai nap látjátok, és szeretnétek ti magatok kipróbálni a játékot, akkor le tudjátok még tölteni, 23-án, 24-én még tudtok vele játszani. De akkor vágjunk is bele ebbe a videóba, hogy nekem mi a véleményem a játékról. Nos, akkor nézzük is meg. Röviden, tömören a tutoriál része a játéknak az nekem nagyon nem tetszett. Tehát amikor a karakter készítés része a játéknak amúgy nagyon jó, nagyon részletes, az baromira tetszett. Bár hajstílusokban amúgy relatíve kevés van a játékban, azzal nem feltétlen voltam megelégedve. Viszont a tutoriál, na az valami... Nem is azzal van a probléma, ahogy a tutoriál megy, hanem amikor te megcsinálod a karaktert, nem választasz klasszot, nem kell beírnod nevet, csak szimplán rányomsz a start és bedob a tutoriálba. Ugye én logikusan már a Steambe is, amikor játszottam, mondtam is, hogy hát én nem is választottam klasszt. Nem is írtam be nevet, de már is a játékban vagyok, most bedobott egy random klasszal, bedobott egy random névvel, vagy valamit nem vettem észre a karakterkészítés menübe, és nem. A játék a tutoriál után megkért téged, hogy adj egy nevet, majd végigvezet még egy kisebb tutoriálon, ahol neked fegyverek közül ki kell választani, hogy te pontosan milyen klassz szeretnél. Minden fegyverhez járnak képességek, tehát végében megkapod azt a klasszt, tehát hogyha te felveszel a varázsbotot, értelemszerűen varázs képességeket fogsz használni. Ha felveszel a kardot, értelemszerűen, akkor te ahhoz fogsz képességet használni, ha felveszel az íjászt, akkor pedig ahhoz. Egyszerre kettő fegyver lehet nálad a játék során. Ez lehet íj, lehet kard, lehet varázspálca. Nálam például kettő darab varázspálca van. Ami a kasztokat érinti még, hogy vannak olyan kasztok, amikből konkrétan van alkaszt. Ez azt jelenti, hogy például a varázslónak is kétfajta varázsló kasztja van. Van egy, ami magát a varázsbotot használja, és van egy, ami a könyvet és a varázspálcát. Van a harcos, ami ugye egy nagy kardot használ, és van az a harcos, ami egy pajzsot és egy kisebb kardot használ. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni, de egyébként, hogyha eljutok a tutoriálnak ezen részére, mutatni is fogja, hogy az adott klasszok milyen képességeket és mit tudnak használni. Térjünk is át akkor a játékban arra a részre, hogy hogyan is néz ki jelenleg a játék grafika ügyileg, hogyan is néz ki játékmenet ügyileg, optimalizálás ügyileg. A játék szerintem jól néz ki, bár ugye itt, amit a videóban láthattok, én itt a LoV grafikán játszottam, mert ugye streameltem és 2K-ba játszok, úgyhogy illetve a videót is vettem fel, úgyhogy én általában LoV-on szoktam játszani a játékokat pont azért, hogy jól fussanak streambe és minél több FPS-em legyen. Úgyhogy ezt érdemes figyelembe venni, hogy ez itt LoV grafika, a játék alapvetőleg nem így néz ki, ezt ti feljebb tudjátok venni, és egyébként az optimalizálással szerintem annyira problémák nincsenek, bár ugye én LoV-on játszottam, így persze így könnyen beszélek, így erről nem nagyon tudok nyilatkozni. Ami nagyon fontos még a játékban, hogy a közlekedés hogyan is néz ki. Tudtok állokkolni fast travel-öket, amik 30-as szint alatt ingyenesek, tehát 30-as szint alatt, hogyha ezeket kiállokkoljátok, tudtok közlekedni, teleportálgatni ezek között a pályán, illetőlegesen nincsenek mountok a játékban, ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk közlekedni akarsz, akkor átváltozol egy macskává, átváltozol például egy madárra, hogyha mondjuk magas helyről ugrasz, akkor madárként repülsz, illetve hogyha vízbe vagy, akkor átváltozol egy vidrává, hogyha nyomod a shiftet, és akkor gyorsabban úszol. Úgyhogy ez a játékban egyébként egy elég egyedi dolog, hogy ezt megszokhattuk, hogy általában egy MMORPG-ben általában druidák szoktak átváltozni állatokká. Ebben a játékban tök mindegy, hogy te milyen klasszal vagy, vagy éppen milyen fegyvert használsz, ugyanúgy át tudsz változni, amikor mondjuk nyomod a shiftet és putsz macskává, hogyha repülsz, vagy ha leugrasz magas helyről, akkor repülni fogsz madárként, ha pedig úszol, akkor vidraként. Természetesen ezeket te tudod változtatni, tehát én például állítottam már be macskát, állítottam már be farkast, állítottam már be bogarat is állatként a gyors közlekedésre. A madaraknál is ugyanúgy be tudsz állítani
hollót, vagy a vidránál is be tudsz állítani más állatot, ezeket ki tudod állokkolni a játékban, a játék folyamán, vagy pedig meg tudod venni, mint skint. A játékban található Battle Pass, de akkor itt ki is térnék arra, ami számomra egy nagyon nagy negatívum a játékkal kapcsolatban, az pedig nem más, mint a menü. A játékban annyi menü van, hogy néha nagyon elveszek benne. Van Battle Pass menü, van küldetés menü, van karakterfejlesztés menü, van képesség menü, van leveling guide, van journey, van kódex menü, tehát annyiféle menü van, hogy így azt sem tudom, mivel megnyitjátok az F10-et, ahol eléritek ezt a panelt, ahol ti tudtok navigálni, hogy ti melyik menübe mentek éppen be. Persze vannak fontos menük, mint a karakter, stat elosztás, illetőlegesen a képesség menü, de a többi szinte annyira felesleges, hogy menüből menübe lész be. Amire itt gondolok az, hogy például csinálsz egy küldetést, vagy haladsz a történettel, folyamat kapsz rewardokat, jutalmakat a játék során. De ezt nem úgy kapod meg, hogy te mennyit szedj menüt és szépen meggabdosod őket, hanem be kell menni a Battle Passba, be kell menni a level journeybe, be kell menni a kódexbe, és így folyamatosan külön-külön-külön menüket kell mennyit, ahol te szépen bezsebeled a rewardokat. Ezeket már megszokhattuk gacsa játékokban, mint például a Genshin vagy ilyesmi, de egy MMORPG-ben, ami egyébként elég nagy hype-ot kapott, hát eléggé elszomorító, hogy ebben a játékban is ennyi menü van. Ami még nagyon elszomorító a játékban, az nem más, mint a combat rendszer. A játékban a combat szerintem nagyon rossz, nem jó, tényleg, tehát unalmas, borzasztóan leegyszerűsített, ha megnyomod az E betűt autóatakkal, magától lő, ha megnyomod a képességeket, kb. Szinte mindent megöltök, passzív képességek is vannak, a képességet külön fejleszteni kell, mind a passzívot, mind pedig a action képességeket, ezekhez tudtok gyűjteni dolgokat, és úgy tudjátok őket fejleszteni, és ruhát is úgy tudtok craftolni, illetőlegesen fegyvereket is. Ezekhez szedtek alapanyagokat, és a megfelelő NPC-knél le tudjátok őket craftolni. A Battle Pass, ide utána néztem azért a játéknak, hogy nem a pay to win. Én azt tapasztaltam, hogy a Battle Pass és egyéb része a játéknak nem pay to win, de ugye itt Open Beta-ról beszélünk, az, hogy a játék megrendésekor milyen lesz, ezt nem tudom. De az biztos, hogy jelenlegi állás szerint én 3-4 óra alatt, úgyhogy 12-13-as szintre mentem el, én nem tapasztaltam olyan elemet a játékban, ami igazság szerint unfair lenne a többi játékossal szemben, és hogyha fizetsz, akkor többet érsz el. Egy dolog viszont, ami érdekes az Open Beta-ban, hogy kaptunk olyan fizető eszközt a játékban, amit szerintem igazi pénzért kell megszerezni. Ezt az aukciós házban illetőlegesen az item shopban tudjuk elkölteni. Az, hogy mire erre nem nagyon jöttem rá, mivel nem nagyon jutottam el se az aukciós házig, sem pedig az item shopig, viszont tudtam állokkolni egy prémium ilyen level boostot, vagy level csomagot, amit ugye ebből a kreditből lehetett megvenni. Ez azt jelenti, hogy én minden egyes szintlépéskor több jutalmat kaptam, mint azok a játékosok, akik ezt nem oldották fel. Na most, hogyha ez a currency, tehát ez a valuta játékban tényleg igazi pénzért tölthető fel, akkor ez viszont már egy igen érdekes dolog, hogy a Battle Pass mellé te szintúgy tudsz venni valamit, amivel gyorsabban haladsz a fejlődés során. Ugye ebből a currencyből mi az Open Beta-ban 6000 darabot kaptunk, abból bőven kijött, tehát azt hiszem 1000 vagy 500, nem is tudom pontosan, hogy mennyibe került, tehát bőven kijött belőle, és ilyenkor több rewardot kapunk minden szintlépés során. Az, hogy egyébként ezt tényleg igazi pénzzel kell feltölteni, vagy nem, ezt így nem tudom megerősíteni, viszont hogyha igen, akkor ez viszont már adhat okot arra, hogy pay to win a játék, viszont a Battle Pass a 100%, hogy nem az, illetve a többi elemnél sem tűnt annak a játék. Akkor nézzük is a küldetéseket. És a küldetések egyébként nagyon egyértelműek, mert a játék konkrétan ikonokkal mutatja neked, hogy hova kell menni, mit kell csinálni, tehát igazából elveszti nem nagyon tudtam a játék során. Ami viszont számomra nagyon idegesítő volt és minimálisan frusztráló, az volt, amikor be kellett menni egy épületbe, és megcsináltam ott a küldetést, és kijöttem, és nem olvastam el, mert megcsináltam a küldetést, nem láttam semmilyen ikont a szobába, kijöttem. És akkor néztem, hogy a küldetés visszajelenít, hogy menjek vissza, mert ott hagytam valamit, visszamegyek, és akkor láttam, hogy ott van egy ikon. Szóval, hogy sokszor volt már ilyen, hogy bementem valóban, megcsináltam a küldetést, kijöttem, vissza kellett menni, mert nem fejeztem be, mert ott helybe nem realizálódott bennem az, hogy itt még valószínűleg van küldetés, hanem bementem, mutoltam, kijöttem, és jaj, menj vissza, mert még meg kell nézned valamilyen könyvet a szobába, és így
Ja, fasza, köszi. Ezt jelezhetted volna mondjuk egy kicsit így szembetűnőbben is, hogy észrevegyem. Na mindegy. Illetőlegesen a játékban, ami nagyon jó, a grappling hook. Ugye ennek az a lényege, hogy te így egy ilyen kötéllel oda tudsz lőni valahova, és fel tudod húzni magadat. Ez bizonyos helyeken érhető el, ezt a játék egyébként mutatja is. Itt a videóban is láthattátok már bizonyos helyeken, hogy van grappling hook a játékban. Én még MMORPG-ben nem láttam grappling hookot, MMO-ban már igen. Úgyhogy ez egyébként egy eléggé jó újítás, illetve az is, hogy állatokként tudsz közlekedni a játékban, úgyhogy nem kell druida klaszt választani. Úgyhogy ez relatíve egy jó pont a játékhoz mindenféleképpen. Az is hatalmas pluszpont egyébként a játékhoz, hogy lesznek olyan helyek, amikor ti mondjuk a városban vagytok, és be kell mennetek egy házba, egy épületbe, egy interiorba. Ez úgy néz, hogy oda megy a karakter, kinyitja az ajtót, bemegy is, ment lesz a házba, ilyenkor a kültér az teljesen elkülönül a beltértől. Ilyenkor nincs loading screen, nincs töltőképernyő. Tehát, hogyha bementek egy kis kuckóba, kinyitjátok az ajtót, becsukódik mögöttetek, akkor ti abban a házban bent lesztek töltés nélkül. Egy minimális lag, talán egy-két másodpercig érezhető lesz, de bent lesztek a házba, nem volt töltőképernyő, úgyhogy ez nagyon komoly. Illetőlegesen a játék teljes mértékben open world, tehát én miközben itt utazgattam a játék során töltőképernyőben nem találkoztam, talán akkor, amikor Festivalt használtam, de hát ugye ez érthető. Úgyhogy srácok, lányok, eddig a játék teljes mértékben open worldnek tűnik, töltőképernyőben nagyon kevésszer találkoztam. A fegyvereteket, illetve a páncélotokat említettem, hogy le kell craftolni, alapanyagokat kell hozzá gyűjteni, ezeket tudjátok fejleszteni, mind a fegyvert, mind pedig ruhátokat, páncélotokat. Ugye ez magában vonza azt is, a képességeteket is tudjátok, hogy erről az előbb beszéltem. Azt viszont nem mondtam el nektek, hogy a fejlesztés az úgy néz ki, hogy ehhez könyvek kellenek. Ezeket a könyveket, hogyha megvannak a bizonyos alapanyagok, a megfelelő NPC-knél le tudjátok craftolni, és ezekből a könyvekből tudtok fejleszteni képességet, fegyvert, vagy pedig armort, ugye megfelelő könyv szükségeltetik hozzá, viszont ami ebben a játékban más a többi játékhoz képest, hogy egy könyvvel te nem fejlesztesz fel egy cuccot. Legalábbis nem 100%-ban. Ez azt jelenti, hogy lesz olyan, hogy egy képesség, ezt például el kell használnod 2-3 könyvet, hogy egy szintet tépjen. Ez vonatkozik a fegyverre, vonatkozik a ruhára is. Viszont lesz olyan, hogy egy könyv is elég, és megkapod az adott szintet. Illetve van olyan funkció is, hogy neked ne kelljen egyesével ezt nyomogatni, be tudod állítani azt, hogy ameddig nem lép egy szintet, addig használj el a könyveket fejlesztés során, és automatikusan ezt a játék megcsinálja neked. A loot rendszer is nagyon érdekes a játékban, ugye megszokhattuk egy MMORPG-ben, hogyha megölsz valamit, oda mész, akkor megnyomod az F betűt, például előjön az inventory-ja, kiveszed belőle a lootokat és mész tovább. Ebben a játékban, hogyha megölsz valamit, kidobja a lootot, a quest itemet, illetve azt az itemet, amit neked gyűjteni kell, és azt fel kell venni. Most ez magával vonza azt, hogy dungeonökben, raidekben ez talán lagot eredményezhet, mivel nem voltam se dungeonben, se raidben, se partiban, hanem egyedül játszottam, így a saját lootomat láttam csak, így nem eredményezett lagot, viszont alapvetőleg ez problémát okozhat nagyobb dungeonök, illetve raidek tekintetében. Nekem fura volt eleinte, de egyébként megszokható szerintem. A kombat is megszokható, viszont a kombat az tényleg nagyon, nagyon gyatorra sikerült sajnos a játékban. A loot rendszerre még azt mondom, hogy elviselhető és megszokható. A történet pedig egyébként, hogyha beleolvasgatok, vagy tényleg végigolvassátok, szerintem egyébként nem rossz. De akkor térjünk is át, hogy nekem mi a véleményem a játékról, én ajánlom-e nektek. Most nekem személyes véleményem, és ez nagyon fontos kifejezni, elmondani, hogy ez az én személyes véleményem, mégpedig azért, mert nagyon sokszor találkoztam olyannal, hogy valaki azt mondta egy játékra, hogy nem jó, neki nem tetszik, én is szerettem azt a műfajt, viszont így a videót hallva látva nekem is elment tőle a kedvem, de amikor kipróbáltam, megtetszett és nagyon sokat játszottam vele. Szóval azt, amit itt hallotok véleményt a játékkal kapcsolatban, az egy személyes vélemény. Ajánlom mindenkinek, aki szereti az MMO-kat, mindenféleképpen próbáljátok ki, nézzétek meg és alkossatok ti is róla egy véleményt, a videó után, vagy pedig a videó előtt, igazából ez teljes mértékben rajtatok áll. A lényeg az, hogy mindenféleképpen próbáljátok ki, hogyha szeretitek az MMORPG műfajt, nézzétek meg ti is, hogy milyenek az új MMORPG-k. Nos, akkor térjünk is át, hogy nekem a játékban mi nem tetszik. Nagyon sokszor megszoktam már az újabb játékokból, hogyha párbeszéd van a játékban, tehát beszélgetsz valakivel, akkor az adott illető, akivel beszélgetsz, neki van voice hangja, van hangja, viszont amikor a te karaktered beszél, vagy van valami párbeszéd, a csöndben van. Sajnos ebben a játékban is a karaktered egy csöndes karakter, nem fog beszélni.
illetőlegesen, ami nagyon nem tetszik, mint említettem, a kombat. Szerintem unalmas, nagyon leegyszerűsített, nem izgalmas, mint mondjuk egy Black Desert Online-ban, vagy egy Terrában, vagy esetleg egy World of Warcraft-ban. A játék egyébként tap targetes játék, tehát tabbal tudsz targetelni, és akkor úgy tudod őket ölni. Az action bar, illetve egyéb dolgok egyébként nem egy bonyolult dolgok, szimplán kihúzol, amit szeretnél, és tudod használni az adott gombbal. Ami viszont szintúgy nekem nem tetszik, az a menü. Menü hátán, menü, mindegyikbe külön be kell gyűjteni a rewardokat. Van olyan, hogy a játék bevisz egy menüben, nem mondja, hogy ott mi van, többször is bevisz, nincs ott semmi. Viszont, ami hatalmas nagy bónuszpont, hogyha a karaktered szintet lép, és fejleszted a statjait, akkor hogyha megnyomsz egy statot, mondjuk, hogy tegyen például a legelsőre, vagy a másodikra, vagy a harmadikra, meg tudod egy gomnyomással nézni, hogy az pontosan mit befolyásol, és konkrétan kírja a játék, hogy többet fog sebezni, több lesz a HP-d, több lesz a manád, több lesz a staminád, és így, amikor ezeket, és mielőtt elosztod, tehát ha rányomsz a plusz gombra, kírja, hogy mivel fogsz te jobb lenni, és olyankor még vissza tudod vonni, és át tudsz menni a másikra, hogy megnézd, hogy az is mit tud. Ilyet én még MMO-ban nem láttam, ez egy nagyon hasznos dolog, és szerintem ez tényleg egy nagyon jó és jó funkció, ezt szerintem minden játékban egyébként használni kéne, mert ez tényleg valamire jó funkció. Viszont számomra a játék nagyon unalmas, nem túl izgalmas, vannak eventek egyébként, például ebben a videóban, amit itt láttak, itt volt egy olyan event, hogy farkasokat kellett tölni, és farkakat kellett összegyűjteni, vagy el kellett menni egy ilyen kis doboz ikonhoz, ahol le kellett ezeket adni, hogy elszállítsák. Ilyenkor én kaptam bizonyos könyveket, amiket fejlesztéshez tudtam a későbbiekben használni. Egyébként így eventnek így jó volt, meg oké, elment, viszont azzal a kombattal, ami a játékban elérhető, baromira unalmassá és monotonná tettem, mint mondtam, nagyon, nagyon rossz a kombat, tehát tényleg. Az animációk és a movementek ilyen középszerűek, tehát láttam már jobbat is, elvárnék jobbat is egy 2024-es játéktól, viszont hát ezt kaptuk, ez van. Nekem egyébként voltak elvárásaim a játékhoz, nekem az elvárásaimban sajnos nem felelt meg. Számomra a játék unalmas, repetitív, a harcrendszer borzasztó, nekem tényleg nem jön be. A küldetések amúgy jók, a fejlesztések amúgy jók, vannak mellékküldetések is, a küldetések egyértelműen mutatják, hogy mi hogy van, a grappling hook ötlet is elég jó, meg hogy állatként tudsz közlekedni, de számomra ez az MMO nem az én világom, én ezzel valószínűleg nem is fogok már többet játszani. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenféleképpen próbáljátok ki ezt a játékot, hogyha szeretnétek, mint mondtam, 23-a 24-ig az Open Beta még elérhető, úgyhogy mindenképpen töltsétek le Steam-en elérhető, próbáljátok ki, hogyha nektek is tetszik, vagy esetleg érdekel titeket, dobjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha szeretnétek még, hogy új játékokat, Open Beta játékokat, vagy zárt beta játékokat próbálja ki. Ezeket mindig először ki fogom próbálni streambe, majd csinálok róla egy videót, egy összegző videót, hogy nekem erről mi a véleményem. Srácok, lányok, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!